trianoni békediktátum 101. évfordulóján az összetartozás napja címmel megemlékezést tartottak Moson-Szolnokon. Az ünnepségre Szímőről és Feketenyékről is szép számmal érkeztek vendégek. A Kázmér utcai újonnan kialakított emlékparkban megtartott ünnepi műsorban köszöntő beszédek, a moson-szolnoki általános iskolások versenyzenés előadásai követték egymást. Elsőként Török Sándor polgármester tartott megemlékezést. Tisztelt emlékezők, 1920. június 4-én a győztes nagyhatalmak Magyarországot is vesztesnek és bűnösnek kikiáltva egy embertelen és egy kegyetlen törvény aláírására kényszerítette. Mert kimondta, hogy bár békét ígér, és az ország határokat, az új ország határokat úgy határozza meg, hogy messze menően figyelembe veszi az adott nemzetek egységét, egységes életterét, ebből is biztosítva adott nemzetek önrendelkezési jogát, a valóságban mégsem így történt. A sok nemzetiségű történelmi Magyarország sorsa megpecsételődött, a területének kétharmadát elvették, a 20 millió lakos 7,5 millióra csökkent. De ami a legnagyobb nemzeti tragédia, az az, hogy az új határokon kívülre került 3,5 millió magyar honfitársunk. Bűnösnek kikiáltva, megbélyegezve, megszégyenítve kellett onnan további életüket élni idegen fennhatóság alatt. A történelmi Magyarországot úgy szabták hétfelé, hogy szinte minden oldalról csak önmagunkról voltunk határosak. Kivételt ez alól, csak itt ez a nyugati határvidék jelentett, többek között Moson-Szolnok is. Moson-Szolnok, ahol német kisebbség élt. 1920. június 4-én e hazát tudta hazájának, és folytathatta további életét, szorgos hétköznapjait. De gyászolt ő is ezen a napon, úgy, ahogy a többi település. Megszólalt a nagy harang is, az az egy, ami maradt a templomtoronyban, mert a többi ötöt és a kis kápolna nagy harangját még 2 évvel ezelőtt beszolgáltatták a háború érdekében. Aztán ez a település volt később az első, aki az első világháború áldozatainak emlékművet emelt. A bölcsődénk előtt ma is áll, felsorolva azt a 88 nevet, akik áldozatul estek az első világháborúban. Gyászolták őket is ezen a napon. És gyászolták azokat is, akik hadifogságba vagy eltűntek, reménykedtek abban, hogy minél többen vissza fognak jönni a hazájukba, szülőföldjükre. Akkor még nem sejtették, hogy egy negyed évszázad múlva ő rájuk is tragikus sors vár. Tisztelt jelenlévők, azóta közel eltelt 100 év. És ma is itt állunk, és ma is emlékművet szeretnénk állítani. Dél Zoltán szobrászművész trianoni emlékművét. Azt mondják, hogy egy emlékmű a jövő nemzedékének szól. Az adott közösség hosszú távú megemlékezése. Igen, és erre mellé tesszük mi is, hogy az adott közösség hosszú távú megemlékezése és egyben figyelmeztetése is. Mert ha belegondolunk, és egy életkornál a 20-25 évet húzzuk meg határként, amikor már felelősségteljes döntéseket tudunk hozni, családot alapítunk, a jövőt építjük, akkor ismernünk kell a múltat is, mert csak igaz jövőt úgy építhetünk. Ismernünk kell a múltnak a dicsőségeit, ismernünk kell a fényes és dicső napokat, de tisztában kell lennünk a tragédiával is, és tisztában kell lenni a hibákkal is. A nem sokára felavatott emlékmű
jelképezze ezt, és figyelmeztesse a következő generációkat. Meg kell ismernünk, hogy hogy is volt az a történelmi Magyarország. Miért következett be Trianon, aztán a második világháború, és miért kellett azoknak a német kisebbségnek elhagyni e szülőhazát, akik még a trianoni békeszerződéskől további ehhezték életüket. És miért kellett azoknak megint a szülőhazájukat elhagyni, hogy újra magyar állampolgároknak mondhatsák magukat, és ma többen itt állnak közöttünk is, rokonok, hozzátartozók, és az emlékmű, a közös emléknap részvevői. Mindenre emlékeztessen ez az emlékmű, a felavatott emlékmű. És egy valamire még emlékeztessen. Minden tragédiának, minden rossznak az okozója az ember. Az emberek közti egymás meg nem értése, az egymás uszítása és az egymás gyűlölete. És persze néhány ember mérhetetlen hatalomvágya. Köszöntőmet Csóri Sándor szavaival zárnám. A sokfelé szakadt magyarságnak nem kell feltétlenül egyetértenie mindenben, de érteni kell egymást. A nemzeti összetartozást kell erősíteni, ha már a határok átjárhatóságával ez megadatott. Egymás javára, és nem egymás ellen kell dolgoznunk, úgy határon belül, mint határokon kívül is. A polgármester beszéde után Dér Zoltán szobrászművész trianoni emlékművének leleplezésére került sor. Nagy István agrárminiszter, Csáki Pál felvidéki írópolitikus és Török Sándor polgármester közreműködésével. A 20. század első nagy háborúja azt az Európát bomlasztotta meg, mely a kereszténység értékrendje mentén emelkedett és erősödött az évszázadok során. Azt az Európát, melyet mi több száz esztendőn keresztül védelmeztünk a barbár kelet ostromai ellen. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az elmúlt 1000 esztendőben a magyarság megdöbbentő történetének számtalan halálkanyarjában számtalanszor ért már arra a pontra, ahol minden racionálisabb nép behunyta volna a szemét és lezuhant volna. Nemzetünk a nagy háborúban, majd a békeszerződést követően, Muhi, Mohács és Világos után ismét elveszítette önértékét, önbizalmát. Megtört az egykor nemzethalállal fenyegető helyzetekben született és erősödött nemzettudat. És ekkor eszmélt fel újra a magyarság. Elég csak arra gondolnunk, hogy Trianon következtében az akkori Magyarország népessége 5, a mai állapot szerint 8 államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. Azaz, Magyarországon az összmagyarság alig 2/3, 7,6 millió fő maradt. Elődeink tudták, hogy ezután a csapás után jövőjük egyetlen biztosítéka a hit és a reménység. Mert ha nem így tesz, és a lemondást hirdeti, az valóban nemzethalálhoz vezet. Ahogy Herczeg Ferenc írta, úgy sohasem fordulhat a világ, hogy a szívünkben is lemondjunk 1000 éves örökségünkről. Így aztán még a nagyhatalmak is megdöbbentek. A nemzetet összetartó szálak önmaguktól egy döntés következtében nem szakadhatnak el. Azért sem, mert mindazon írók, költők, zenepedagógusok, képzőművészek és tudósok, akik személyes gondjukként élték meg a nemzet sors tragédiáját, a szétszórt magyarságot kulturális kincseikkel és anyanyelvük erejével forrasztották össze. Ők pontosan tudták, hogy a nemzeti önazonosságnak legfontosabb tényezője a magyar nyelv. Azaz az általuk megálmodott és megalkotott művek sokasága, melyek mind kötődtek nemzeti tragédiánkhoz, mégiscsak reménységet adtak. Kultúránk által és a hazájukért életáltozatot hozott hősök előtt tisztelettel képesek voltak újra összekapcsolni a szétszakadt nemzetet. Trianon után a határokon belül maradt magyarságnak tehát nem lehetett nagyobb feladata, mint hogy idegen országba került testvéreit ott, ahol voltak, életben tartsa. Erre pedig nem mindig adódott a lehetőség. Ezért ma is ez a legfontosabb feladatunk. Akkor is, amikor Mosonszolnokon az összetartozás napja előtti tisztelettel emlékművet avatunk. Mementót, mely összeköti a múltat a jövővel, s arra int, hogy a magyar nemzet csak akkor lehet sikeres, ha minden egyes magyar családért, határainkon innen is túl,
felelősséget vállal, és csak akkor lehet egységes, ha a felelősségvállalás cselekvő erővel is párosul. Számunkra minden magyar közösség érték, és minden egyes magyar ember teljesítménye elismerést érdemel, attól függetlenül, hogy hol él. És a mai megemlékezésnek is az a fő üzenete, hogy a magyar közösségeinket óvnunk kell, a nemzeti összetartozás megélésével pedig támogatnunk. Dudka Ákos, a Kárpátok dala. Míg áll a Kárpát büszke gránitorma, s fiút fogannak rab magyar anyák, tekintsetek az örök csillagokra, s daloljátok a Kárpátok dalát. E bérc örök, s rabló bűn mulandó. Gránit határt itt Isten kézemelt, mit megcsúfolhat millió halandó. De földi törvény nem dönti e pert. Földinket bár rablók cibálják, örök határunk mégiscsak a Kárpát. Míg áll a Kárpát büszke gránitorma, és délre folynak onnan a folyók, hegyek szívének kincsét idehordva, érett kalászért küld cserébe sót. Gránitkart, mely földünk ölbe fogja, örökölelésre Isten kézemelt. Kit megcsúfolhat millió halandó, de földi törvény nem dönti e pert. Földeinket bár rablók cibálják, örök határunk mégiscsak a Kárpát. E gránitölbe zárt nagy róna hantján, apánk csontjából terem a kenyér. Anyánk csókjának íze él a magván, e szent magon, mely mindennel felér. E gránitölben egy a sors örökre, együtt járt elen innen a madár. Nincs a földnek oly hatalmú ökre, ki ősvizeknek új törvényt csinál. Földinket bár rablók cibálják, örök egy várunk, mégiscsak a Kárpát. Az első konklúzió itt Mosonszolnokon ma délután talán, hogy a család jött össze. A család a határ mindkét oldaláról, vannak urak, voltak urak, akik botor módon megpróbáltak vonalat rajzolni közénk, de a lelkek közé és a tiszta gondolatok közé nem lehet elválasztó határokat tenni. És valahol ezen a ponton kell megfogalmaznom még azt a tézist és azt a gondolatot, hogy az elmúlt 30-40 évben rengetegszer belefutottam Amerikában és Nyugat-Európában is abban a kérdésben, hogy lehet az, hogy több mint 100 évvel a trianoni döntés után titeket leválasztanak Felvidékre, Erdélybe, Romániába, Ukrajnába, Kárpátaljára, a délvidékre, és több mint 100 év után is ezek a közösségek élnek, ápolják nyelvüket, kultúrájukat, hagyományaikat, és élni akarnak. És valahol itt jön vissza az a nagy tanulság, ugye, hogy mi mégiscsak történelmi nép vagyunk. Minket csak nem így a szél fújt ide be a Kárpát-medencébe. Sok mindenen keresztül mentünk, sok mindent megszenvedtek eleink, de a szenvedés, a megpróbáltatások össze is kovácsolják a közösséget, a nemzeti közösséget. Mi így váltunk nemzetté, így váltunk egy nagy családdá, és ez egy olyan érték, amelyet nem szabad, soha nem szabad megtagadni. Sokan leírták már azok közül is, akik részt vettek a trianoni döntéshozatal előkészítésében, hogy ez egy rabló béke volt. Én úgy gondolom, már mindenki számára világos, sok történész egyébként nyugaton azt mondja, hogy nem is két világháború volt a 20. században, hanem egy 20 éves intermezzóval, mert a trianoni, illetőleg Versailles-i békeszerződés rendszer csak megágyazott a második világégésnek. Csak megágyazott annak, hogy milliók tízezrei halljanak meg csatatereken vagy a hátországokban. Hölgyeim és uraim, mindezt együtt, az érzelmi, a személyes és az értelmi szintet, mondhatjuk így, hogy ez az emlékmű nem csak emlékeztet, nem csak fölemel, hanem mementó is a jövő számára, a jövő generációi számára. A trianoni emlékművet Bodó Zoltán plébános áldotta meg. Az emlékműsor zárásaként az újonnan felavatott emlékmű talapzatához koszorúkat helyeztek el az ünnepség szónokai és a testvértelepülések képviselői.
Az emlékműavató megemlékezésen a Kaláka Néptánc csoport az összetartozás szimbolizáló műsora következett. Az összetartozás napja alkalmában rendezett program a Művelődési Házban folytatódott. Lukács Sándor színész, Szász Katalin és Szabó Gyula énekművészek zenés irodalmi összeállításával. Lenn a Tisza partján, ott születtem én, nincs is szebb hely annál a föld kerekén. Reál, durván, gazul! De addig...
sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak száll, új szárnyokon a dal. S ha elátkozza százszor puszta szer, mégis győztes, mégis új, és magyar. Babics Mihály, áldás a magyarra. Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. A haza egyenlő volt mindig, ezer év óta már, és mindig az marad. Nem darabokból összetákolt darab. Egy test, ami hazánk. Eleven valami. Nem lehet az csak úgy vagdalni, toldani. Máskor is hevert már elkötözött tagokkal. Zsibbattan alélt a balga erőszakkal. De mihelyt fölengedt folytó köteléke, futni kezdett a vér, elakadt elébe. Visszakapta, ami soha el nem veszett. Nagyobb nem lett a fal, csak egészségesen. Lám igazi országunk, visszatérkezünkre. Bár a világ minden fegyvere őrizze. Mert erős a fegyver, és nagy hatalmasság. De leghatalmasabb mégis az igazság. Útja, mint a Dunánk és csillagok útja. Nincs ember, aki azt torvaszolni tudja. Él a Isten, és semmi sem egy kárba. Magyarok se lettünk pusztulni hiába, hanem példát adni valamennyi népnek. Mi görbék, s biztosak pályái az égnek. Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. Erős igazság az erőszak ellen. Így élj, s nem kell félned, veled már az Isten. Kellnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok. Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. Zsibbad a szabadság, de titkon viselek. És jön az igazság, közelebb, közelebb. Meghallgatnám sírem a szegény.
ne felejtj szemét. Szeretnék néha visszajönni még, és nézni vajon Líván szigeten, Szokolcán és Magón, ahol alatt én hársadt az ifjú szerelem, még mindig boldog-e és boldogat, és nézni édesanyja alszik-e, s álmában megcsókolni a szívét, érezni most is rám gondol szíve. Szeretnék néha visszajönni még, szeretnék néha visszajönni még, szeretnék néha visszajönni még. Az összetartozás napja a Mosonszolnoki sportcsarnokban a Kormorán együttes nagy sikerű koncertjével zárult.